hogy jött az ötlet, hogy el is jönnek erre a forgatásra? Úgy jött az ötlet, hogy nagy tisztelői vagyunk Boldog Brenner Jánosnak, zárójelbe mondván, hogy én a Brenner Józsefnek voltam annak idején a hitoktatója, úgyhogy így ismerem azért a családjuk történetét, és végigjártuk 6 évvel ezelőtt Boldog Brenner Jánosnak az útvonalát, a szenvedését, az életéről, Zsida, Szentgotthárd, Rábaketthely, ezeket az utakat megkerestük. Ugye ez egy többrészes televíziós sorozat lesz, megpróbáljuk azokat a legfontosabb, legjellemzőbb pillanatokat a Brenner János életéből felidézni, amik ehhez a nagyon rövid 26 évhez kapcsolódnak. Így mutatunk be néhány képet arról, hogy milyen volt a gyermekkora, milyen volt a családi élet a Brenner házban. Aztán természetesen felvillantjuk a Rábaketthelyi napokat, aztán fölvillantjuk magát a gyilkosságot, ami ehhez ugye hozzátartozik, és hát másik két idősíkon meg sok egyebet. Tehát fölvillantjuk azoknak az embereknek az életét is, vagy bepillantást engedünk, akik elkövették a gyilkosságot. Aztán bemutatunk egy youtubert is, aki meg a mai szemmel próbálja követni ezt a történetet, és ezért utazik Rábaketthelyre. Tulajdonképpen ő az egyik főszereplőnk, aki ugyanúgy 26 éves, mint Brenner János volt halálakor, aki egy kicsit értetlenül, meg hitetlenül nézi vagy figyeli ezt a történetet, aki hiszi is, meg nem hisz. És hát, úgyhogy mindennek próbálom bemutatni, amit lehet, vagy amit úgy gondoljuk, hogy fontos. Mennyire törekszenek a teljes korhűségre, vagy inkább a dokumentarista jellegre? Nem. Megpróbálunk játékfilmes szemmel, de korhű környezetet teremteni. És eddig, hát majd lehet, hogy lehet, vannak ugye vadászok, akik ezt keresik a filmekben, azokat a bennmaradt tárgyakat, csak lehet, hogy találnak. De igyekeztünk minél pontosabbak lenni. Úgyhogy ezért is választottuk azt a környezetet, ahol Szentgotthárdon forgattuk a filmet, vagy Szentgotthárd környékén, hogy még a táj is olyan legyen, mint akkor Zsidán, illetve Rábaketthelyen volt. Igen. A forgatás melyik részén tartunk most? Már a vége felé, vagy ez most a csúcspontnak nevezhető? Tartalmilag egyik csúcspontja, ez maga a temetés. 1957. december 18-a, és még hátra van előttünk a film egyharmada. Tehát ez a youtuberes rész, ehhez még hozzá se nyúltunk. De még egy hónap körülbelül. Először is arról érdeklődnék, hogy lesz-e komolyabb szereped a sorozatban, vagy te is végül is statisztaként érkeztél most csak ide? Igen, egy komolyabb szerepem van ebben a sorozatban. Én az egyik AVH-s tisztet alakítom, aki ott van a gyilkosságnál is, tehát Brenner Jánosnak a gyilkosa, és most mai nap a temetését vesszük föl, tehát elvileg most is dolgozunk, tehát a történet szerint. Az én nevem a karaktere Dudás Imre, és nagyon szép íve van ennek a szerepnek. Hál' Istennek nagyon egy pici kis ember indul el a lejtőn, aki hát a gyilkosságba torkolik az egész, és nagyon nehezen tudja ezt az egészet feldolgozni. És italba folytja a bánatát, és ő is az AVH-nak lényegében egy szálka lesz a szemében, és őt is eltüntetik a végén. Tehát, hogy igen, végig ott leszek az egész történetben. És az egyik leggonoszabb karaktert alakítom a történetben.
Ilyenkor hogy tudsz azonosulni egy ennyire brutális karakterrel? Nem olyan egyszerű az az igazság, de hát valahogyan belülről kell táplálkozni, tehát hogy azokat a negatív gondolatokat kell beletenni, amit tapasztaltam életem során, tehát hogy igen, nem olyan egyszerű a dolog, de hát mindent megteszek. Édesapámmal is beszélgettem, és ő is mondta, miért rossz embert alakítasz? És mondtam neki, minél jobb rossz embert alakítok, annál jobban fogják megszeretni a Brenner János karakterét, tehát nagyon fontos az, hogy ezek a negatív karakterek is minél szélsőségesebbek legyenek, és ezáltal a film is sokkal jobb minőségbe el tud készülni. Esetleg van szükséged ilyenkor feldolgozási időre, már mint egy forgatás után például, hogy feldolgozz egy kicsikét, hogy milyen emlékeket, élményeket, vagy akár rossz tulajdonságaidat hoztad elő magadból? Talán azért nem, mert a színházi munka az megköveteli, hogy egyik nap ezt játsszuk, másik nap pedig azt. Tehát, hogy ez a fajta váltást, ezt már nagyon korán megtapasztaljuk. Tehát fel kell venni ezt a jelmezt, akkor olyannak kell lenni, amikor meg leveszem, akkor meg váltanom kell. Tehát, hogy ebből a szempontból hál' Istennek ezt már megtanultam. De néha nem egyszerű ide meg oda váltani, de elég gyorsan tudjuk most már. És utolsó kérdésem, hogy nagyon sok civil statiszta van itt körülöttünk. Milyen érzés így dolgozni? Mivel a színházban, ezt már megszoktam, engem abszolút inspirál. Tehát volt egy másik jelenet is, amikor pont kispapokat csesztetek, és hát ott voltak szegény kis fiatalok, nagyon sokan, azt hiszem 20-an vagy 30-an ott voltak, meg ott volt 30 AVH-s, ott volt az egész stáb, tehát lényegében 100 ember forgott körülöttem, és az én nagy jelenetem volt, és abszolút felspannolt engem, tehát nekem ez segít.